Illés Péter kollégánk mindig izgalmas témákkal jön, ma egy rendkívül kreatív téma a 31. kézművesség napjával érkezik hozzánk, legalábbis itt az éteren keresztül. Merre vagy? Szia, Peti! Szervusz Eszter, jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, valóban itt vagyunk a Veselényi utcában, az Ipartestületek Budapesti Szövetségének dísztermében, és ahogy említetted, a mai nap veszi kezdetét a 31. Magyar Kézművesség napja. És ebből a jeles alkalomból ez az esemény arra irányítja rá a figyelmet, hogy azok a média munkások, illetve iparosok, akik az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak a kis, mikro és középvállalkozások tekintetében, ők egy díjban részesülnek. Németh Lászlóval, az IPOSZ elnökével és Dóka Attilával, előadó művésszel beszélgetek. Jó reggelt kívánok, uraim, köszöntöm Önöket. Jó reggelt. Kezdjük akkor talán azzal, hogy az IPOSZ hogyan járul hozzá a vállalkozásokhoz, sikerességéhez. Hát az IPOSZ maga az ugye 31 éve azon dolgozik, hogy mikor kitaláltuk ezt a kézművesség napját, hogy ráfordítsuk a figyelmet azokra a kézművesekre, azokra a kézműipari vállalkozásokra, akik a mindennapjainkat élhetővé teszik, hiszen tulajdonképpen azért azt látjuk, hogy itt például nemrég augusztus 20-án a kivilágított épületek, hidak, járművek, vagy éppen ha végigmegyünk az utcákba és nézzük a kirakatokat, amik tele vannak árulva, hogy az már olyan természetessé vált, hogy ezek vannak nekünk, de ugye mi szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a kétkezi kisiparosokra, iparosokra, akik ezt előállítják nekünk és élhetővé teszik a mindennapjainkat. Az IPOSZ maga az nagyon sok szervezettel tartja a kapcsolatot, nemzetközi szervezettel, ezekkel nagyon sok projektet alkotunk, hajtunk végre, megálljuk a helyünket, amire nagyon büszkék vagyunk, és gyakorlatilag ezeket a jó trendeket, ezeket megpróbáljuk Magyarország is behozni és honosítani, kisebb-nagyobb sikerrel ugyan, hiszen a digitalizáció az a mikrovállalkozásoknak éppen egy nagyon nagy kihívás, amivel nekünk nagyon sok problémánk van, de a versenyképességükhöz mindenképpen kell, tehát nem tettünk le róla, és folytatjuk ezt a munkát. Az IPOSZ maga az ugye a kihívások véget nap mint nap kell, hogy együtt dolgozzon a kormánnyal, hiszen azért itt az infláció, a háborús helyzet mind olyan kihívás, amelyet csak közös párbeszéddel együtt dolgozva tudunk megoldani az iparosság érdekébe, és hogyha ezek a kormányzati szándékok eljutnak az IPOSZ-on keresztül a mikrovállalkozásokig, akkor az a magyar gazdaság gyökerét fogja erősíteni. Attila, a kezedben egy csodaszép művet láthatunk, amit szintén üvegesek készítettek. Mit jelent számodra ez a díj, ez a nevezés? Hát számomra ez egy óriási megtiszteltetés, hogy én részesülhetek egy ilyen díjazásban. Én nagyon-nagyon tisztelem az IPOSZ munkáját, évek óta követem, és támogatom azt, amit ők felvállaltak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy pont a legkisebbeknek, a mikrovállalkozóknak, olyanoknak, akik önmaguk csak egymaguk vállalkoznak, vagy maximum 2-3 emberrel dolgoznak, legyen egy ilyen erős képviselete. Pont mi vagyunk azok, hiszen én is kisvállalkozó vagyok, sőt egészen apró mikrovállalkozó, ugye a zene kapcsán, a kultúra kapcsán. Mi vagyunk azok, akik nagyon nagy segítségre szorulnak, hiszen nagyon könnyen el tudunk veszni a jogi útvesztőkben, alapvetően adózási nemekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez olyan szervezet, mint az IPOSZ, ez nagyon-nagyon fontos Magyarország életében. Akár azt is mondhatnám, hogy egy multifunkcionális szakember vagy, mert korábban pár héttel ezelőtt a Réfülöpön találkoztunk, amikor egy balatoni tandem túrával kapcsolatban beszélgettünk. A kérdésem a következő, hogy a mai világban, amikor már mindent az automobilizáció átveszi a szerepét, és a legtöbb ember az már irodában tölti a mindennapét, hogyan lehet ösztönözni a mai fiatalokat arra, hogy iparral foglalkozzanak, kézműves munkával foglalkozzanak? Én úgy gondolom, hogy ez a 130 éves örökség, aminek az IPOSZ az örököse, az az ipartestületi hálózat, ahol a kétkezi munkát fel tudtuk karolni, és ránk maradt is hagyományként őrizzük. Ez megerősít bennünket abban, vagy akár ez a mai nap is, hogy igenis szükség van az iparosokra, hiszen a GDP-hez, a foglalkoztatáshoz való hozzájárulásuk is nagyon nagyfokú, tehát tényleg a gazdaság gyökere ez a mikrovállalkozási szektor, és én úgy gondolom, hogy vagyunk olyanok, akik megállják úgy a helyüket a világban. Volt annyi ötletünk, amely nem csak kis hazánkban, hanem nemzetközi szinten is azért elhíresült, tehát ez a mikrovállalkozó réteg, ez egy olyan alkotótábor, amely, hogyha továbbadja a tudását, hiszen tovább is adják a mai fiataloknak, akkor talán meg tudjuk ismertetni a mai fiatalokkal a kétkezi munka szépségét, az alkotás örömét, és reméljük, hogy kedvet fognak kapni ahhoz, hogy a jövőben ők is ezt a tevékenységet folytassák. Németh László elnök úr és Dóka Attilának köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm.
Kedves nézőink, tehát itt a díszteremben hamarosan elkezdődik a 31. Magyar Kézművesség napja díjátadó, és ahogy hallották, az IPOSZ-nak kiemelt szerepe, hogy a kis, mikro és közepes vállalkozásokat elősegítse a mindennapok munkái során. A szó a stúdiói. Peti, köszönjük szépen!